Bőszanet vagyok, a Magyar Liberális Párt második legfiatalabb alapító tagja, és annyit előjáróban el kell, hogy mondjak, hogy sem pártalapításban, sem sajtótájékoztatóban nincsen gyakorlatom, de azért igyekszem összedelet lenni. És mindenféleképpen azt elmondani, hogy számomra miért fontos az, hogy megalapítsuk ezt a pártot, és hogy én most miért vagyok itt, mert azt gondolom, hogy nagyon sokfélék vagyunk a párton belül, és azok az emberek is nagyon sokfélék, akik mondjuk várnak egy új politikai erőre. De hogy nekem személy szerint miért fontos ez, annak az egyik oka az, hogy én egy szabad Magyarországon nőttem fel, amit olyan 80-as évek végén alapított liberális pártok harcoltak ki, amelyekről korábban még nem is tudtunk. De ennél jóval közvetlenebb tapasztalatom is van egy szabad szellemű közösségről, és ez pedig az, hogy én egy olyan középiskolába jártam, ahol elfogadtak engem olyannak, amilyen vagyok, és hagyták, hogy a döntéseim irányítsák az életemet. Nem akarták megmondani fölülről, hogy egyik vagy másik utat válaszolom, vagy hogy mit gondoljak egy versről. És ezért cserébe annyit vártak el, hogy felelősséget vállaljak ezekért a döntésekért, amiket hozok. Szép napot kívánok én is mindenkinek, Popper Gábor vagyok. Mint látható, gondolom én a kicsit az éltesebb korosztályt képviselem, 1960-ban születtem, 53 éves leszek. Könyvtárpedagógia szakos tanári végzettséggel rendelkezem, emellett elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen a közoktatási vezetőképző szakot is. 10 éve dolgozom folyamatosan a közoktatásban, konkrétan a második kerületi Marcibányi téri Kodály iskolában, ahol könyvtárosként, majd az utolsó 3 évben nevelési igazgatóhelyettesként dolgozom. Emellett osztályfőnök helyettességet, érettségi jegyzéséget is vállalok. Most egy kicsit visszavonultam az iskolában a közvetlen vezetéstől, pontosan azért, hogy több időt szentelhessek a pártbéli munkámnak. Vatai Szabolcs vagyok, 30 éves, nős, egy gyermek apja. Iskoláim szerint filozófia történész és filozófia szakos középiskolai tanár lennék. Valójában azonban egy kereskedelemmel foglalkozó budapesti cég kollégája vagyok. Szeretek főzni, kalapot hordani, van zenei ízlésem, véleményem a virág dolgairól, könyvekről, színházi rendezésekről, adópolitikáról, önkormányzatiságról és arról, hogy mi a kormányzás helyes módja. De soha, soha nem akartam ezeket másra erőltetni. Ezért vagyok én liberális. Manapság utálni illik a politikát, pedig a politika nem más, mint a közös dolgainkkal való foglalatoskodás. Ez pedig nagyon szép és nemes dolog. Úgy gondolom, hogy van kiút a politika, a mai politika bűzös mocsarából. És ez a kiút nem más, mint hogy részt veszünk benne. Részt kell vegyek benne, nem tehetek mást, mert ha nem veszek részt benne, akkor igent mondok mindarra, ami ma Magyarországon a politikát jelenti. És ezt nem tehetem. Nem tehetem, mert szeretem a hazámat. És tenni akarok érte. Ezért veszek részt a Magyar Liberális Párt megalapításában. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Pócs Bálint vagyok, 18 éves, gimnazista. Gondolom most ledöbbentek, hogy milyen fiatalon állok itt ezen a pódiumon, de ne aggódjanak, tele vagyok energiával, tele vagyok erővel. Annak érdekében, hogy ma Magyarországon kell egy olyan párt, és be kell lépni abba a pártba, amely minden embert egyenlőként kezel, és ezt én saját magamon tapasztaltam, hogy egyenlően fogadtak el engem, hogy mindenki a párton belül engem elfogadott, függetlenül mások véleményétől. Hello, I'm Graham Watson, and I'd like to wish you every success for the founding of your new liberal initiative in Hungary. I'm delighted that Gábor Fodor has taken this initiative because I believe the time has come to re-establish a liberal force in your country. We look from Brussels with deepening concern and occasionally even despair at some of the things that are happening under a government with a parliamentary majority big enough to change the constitution. Hungary needs a liberal force committed to a successful market economy, but also committed
to the rule of law and the openness to new ideas. That force can only be a liberal force, and I hope that your new party will give us something of value not only to Hungary, but also to the European Union as a whole. A liberal force for good in Budapest and beyond. Szerenyét! Kedves barátaim, tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Önöket, és hadd köszönjem meg már rögtön Graham Watsonnak ezt a igazán szívből jövő és nagyon kedves üzenetet. Graham Watson ma ugye az európai liberálisoknak meghatározó figurája, mondhatjuk azt, hogy vezető politikusa. Nagyon jó, hogy ő figyeli Magyarországot, és bízik bennünk, és bízik abban, hogy Magyarországon sikeresen indul el egy liberális párt. Barátaim, akik itt vannak, és akik vállalkoztak erre a nem könnyű feladatra, ezért kérem, legyenek velük megértőek, és figyeljék őket szeretettel, hiszen először állnak ilyen pulpituson, és egy nagyon fontos dolgot mertek vállalni, ahogy itt Pócs Bálint is megfogalmazta, hogy vállalják, merik vállalni a véleményüket egy olyan Magyarországon, ahol most élünk. Tehát egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben szerintem nagyon jó látni azt, hogy Európából is figyelnek ránk. No, hát mindenki bemutatkozással kezdte, engedjék meg, hogy én is ezzel kezdjem. Én Fodor Gábor vagyok, és nyugodtan mondhatom azt, hogy 25 évvel ezelőtt alapítottam egy liberális pártot. Ez a 25 évvel ezelőtt alapított liberális párt elment antiliberális irányba, hiszen ma kormányozza az országot antiliberális politikával. Én annak idején lemondtam a mandátumomról ezért. Majd lemondtam másodszor is, amikor a megmaradt egyetlen liberális párt, az SZDSZ politikája számomra vállalhatatlanná vált. Voltam kétszer miniszter, és a második miniszterségemre, a környezetvédelmi miniszterségre, talán úgy emlékszik a közvélemény, mint egy sikeres és meghatározó periódusra. Ma azt gondolom, hogy a feladat az, hogy liberális pártot hozzunk létre Magyarországon. Miért? Erre önöknek 6 pontban szeretnék válaszolni. Először is, miért kell liberális párt? Nos, azért, mert ma hazánkban több liberalizmusra van szükség. Szemben minden közhiedelemmel, hogy itt valami problémát, gondot okozott a liberális gondolat az elmúlt időszakban, nem, az ellenkezője az igaz. Az a baj, hogy kevés volt a liberalizmus. Magyarország, amikor sikeres volt, a rendszerváltás utáni első évtizedben, akkor sikeresek voltunk, hiszen az összes környező országhoz viszonyítva mi voltunk az élenállók. Mindenki mögöttünk, lemaradva jött utánunk. Abban az időszakban több volt a liberalizmus. Ahogy csökkent a liberalizmus, úgy sorakoztak az ország kudarcai is. Ma sereghajtók vagyunk. Ma kikerültünk a Visegrádi klubból. Ma küszködünk valahol az Európai Unió tagjai rangsorának a legvégén. Ezt mi, hazaszerető liberálisok, nem engedhetjük meg a saját hazánknak és saját magunknak. Aztán szükség van azért is, mert bizony ma csorbulnak az alkotmányos jogaink, csorbulnak alapvető jogaink. Ma baj van a jogállammal. Sokan joggal megkérdőjelezik, hogy Magyarországon működik-e a jogállam, és nem csak mi, külföldről ezt halljuk. Graham Watson utalt erre megint csak a beszédében. Baj van ma ezzel Magyarországon. Igen, több liberalizmusra van szükség itt is. A gazdaságban mit látunk? Folyamatos visszaesés, folyamatos stagnálás, egyre rosszabb adatok. Most jött ki legfrissebben a munkanélküliségnek az adata. Azt mutatja, hogy rekordszintre ért. Bizony több liberalizmusra van szükség, mert az állami gyámkodás soha nem segít. Ezért kell liberális párt. Aztán azért is kell még liberális párt, mert a liberálisokat nem képviseli senki. Látunk ugyan létrejövő különböző ellenzéki formációkat, de ezek baloldaliak, ne feledjük el. Lényegében mindegyik baloldali. Igazából liberális formáció nem jött létre. Ma kellenek a liberálisok, azért, mert liberális szavazók vannak. Itt újságírók, érdeklődők vannak, de biztos vannak elszánt liberálisok is. De kint, körülöttünk, a hazánkban, országunkban még több liberális van. És őket el kell érnünk, meg kell szólítanunk, mert ma ők képviselet nélkül vannak. És nem mennének el szavazni, vagy jobb hiány, kínjukba másra szavaznának, nem olyan pártra, amelyik képviseli az ő értékrendjüket. És hát nagyon fontos az is, hogy azért is kell liberális párt Magyarországon, mert a liberálisok az embert képviselik.
a többiek, a konzervatívok, a szocialisták, az államot. Ők mindig az államban hisznek. Mi liberálisok vagyunk azok, akik hiszünk az emberben. És ma Magyarországon, a hazánkban olyan politikára van szükség, amely hisz az emberekben. És ezért kellünk mi, liberálisok. Ezért kell ezt a pártot létrehoznunk és megerősítenünk. Aztán azért is kellenek még liberálisok, mert van létjogosultsága ennek a pártnak Magyarországon. Miért van létjogosultsága? Nézzenek körbe! Mit látnak? És nem csak a kollégáimra gondolok, akik nagyon helyesek és szimpatikusak, és itt állnak mögöttem. Na de hát itt vannak a falon nemzetünk nagyjai, és a nemzetközi politikának is nagyjai. Ott van Deák, itt van Ötvös, itt van Kossuth, Göncz Árpád, és beszélhetnénk másokról, Bibó Istvánról is. Ők mind liberálisok. Föl kell tenni magunknak a kérdést. Mi kik vagyunk? Tisztáztuk magunkban igazából, hogy mire van szükségünk? Fontos nekünk a szabadság? Fontos az egyéni életünkben? Fontos az, hogy ne mondja meg nekünk más, hogy mit szeressünk, mit akarjunk, hogyan éljük az életünket? Mert hogyha ez így van, akkor liberálisok vagyunk. Ők is liberálisok voltak. Mi is azok vagyunk sokan. És szükség van rá, hogy olyan toleráns liberálisok legyünk, akik nem lenézik a másikat, nem elvárják másoktól, hogy ők is azok legyenek, csak ismerjük fel magunkban a szándékainkat, meg az akaratunkat. Itt vannak elődeink. Aztán persze, vannak szavazóink is szép számmal, hiszen minden közvéleménykutatás mutatja azt, hogy igen, Magyarországon elég tartós a liberális tábor. Körülbelül 4-500 ezerre teszik azok számát, akik tartósan liberális értékrendűnek vallják magukat, és nem utolsó sorban, ami a legfontosabb, a fiatal korosztályon belül, az elsőtől többsége a liberális gondolatnak van. Hát ezért is kell liberális párt. Miért mi indítjuk el, joggan kérdezhetik önök. Miért mi, akik itt állunk? Nos, többek között azért, mert vártunk 3 évet, és senki nem tette meg. Senki nem tette meg helyettünk, ezért mi léptünk. Léptünk, és ráadásul azért léptünk mi, mert mi itt mindannyian, akik itt vannak, Gábor, Bálint, Anett, Szabolcs is, mi mindannyian az emberben hiszünk, és nem az államban. És azért állnak itt körülöttem fiatalok, illetve olyanok, akiknek nincs politikai múltja, mert világosan akartuk tenni, hogy ez itt a jövő. Ha kinézünk, megnézünk másokat, ők a múlt. És nekünk a jövő felé kell fordulni. A jövő felé, és ezt egy új generációval tudjuk elérni. Tőlem sokan kérdezték az elmúlt időszakban, amikor én bejelentettem, hogy majd tavasszal elindul a liberális párt, hogy na és akkor kikkel fogom ezt megcsinálni, kik az ismert nevek. Én erről nem akartam beszélni, már én akkor tudtam, hogy milyen koncepciót akarok követni, de nem akartam, mert fölösleges volt elébe menni a dolgoknak. Én tudatosan fiatalokat kerestem, illetve olyanokat, akiknek nincs politikai múltja. Pont ezért, hogy legyen világos. Ez itt a jövő, amit látnak. Ez a jövő. Amaz meg ott a múlt. És erre most szükség van Magyarországon. Mit képviselünk? Találnak itt egy programot. Ott látom sokaknak a kezébe, ott van. Pendrive-ot is fogunk majd adni önöknek, amelyen egy hosszabb program van. Ennek a programnak, én most nem akarok egy sajtótájékoztatón belemenni az elemzésébe, csak annyit hadd mondjak, ami különlegesség és egyedülálló, hogy az együttérző liberalizmus címet adtuk. Azért az együttérző liberalizmust, bevallom, ezt átvettük, mert a brit konzervatívok együttérző konzervativizmus címmel indítottak programot évekkel ezelőtt. Az együttérzés itt azt jelenti, hogy érzékenység, befogadás, tolerancia a társadalom jelentős része irányába. Igen, ez például egy fontos pont, amiben mi az egykori SZDSZ-től különbözünk. Mi szeretnénk teljesen távol tartani magunkat attól az értelmiségi fölénytől, amit sokan mellétettek az egykori SZDSZ-nek. Nem, ez nem lesz jellemző ránk. Egy nyitottság a társadalom iránt. Igen, ezt képviseli ez a mostani liberális párt, és nézzék meg majd a programunkat, amelyben fontos elemek szerepelnek, például az, hogy az újjáéledő neohortizmussal és újkádárizmussal szemben a liberálisok tudják egyedül fölvenni a versenyt. Például az, hogy a piac milyen fontos az állam működésében, a gazdaság működésében, hogy az állami gyámkodás, lásd, ami most zajlik például dohányügyben, a koncesszióosztásnál, milyen károkat okoz egy ország számára, és igen az, hogy a jogállamnak a megerősítése milyen borzasztó fontos, az alkotmányosság milyen lényeges, és az, hogy mi hazafiak vagyunk. Szeretjük a hazánkat, liberálisként. És ez a kettő nincs ellentmondásban egymással. Végül az SZDSZ-ről is szeretnék néhány szót szólni, hiszen ezt is mindig felszokták tenni nekem ezt a kérdést, meg nekünk,
Hogy mi a különbség akkor az SZDSZ-re, erről már utaltam. Egy mentalitásbeli különbségre, az értelmiségi gőgre. De programban is van különbség, ezt majd el fogják önök olvasni nyíltan. De egyúttal azt is világossá kell tenni, hogy mi vállaljuk a liberális hagyományt. Tehát az, ami az SZDSZ-ből jó és vállalható, azt mi büszkén vállaljuk. Eszünk ágába sincs takargatni. Nem akarunk úgy fellépni, ahogy sokan most az ellenzéki politikusok között, hogy eljátszani azt, hogy jaj, nekem mintha közöm se lett volna az elmúlt évekhez, én mintha ott se lettem volna. Dehogy is. Mi vállaljuk azt, ami vállalható. Többek között vállaljuk a jogállam képviseletét, a piacgazdaság melletti kiállást, az oktatásban és a kultúrásban elért jelentős eredményeket, vagy akár a sorkatonaság eltörlését. Igen, vállaljuk. Ezekre büszkék vagyunk. Ez a liberálisok nevéhez fűződik. És vállaljuk a liberális Fideszt is, amely ma antiliberális lett. Mert a liberális Fidesznek jó egyházpolitikája volt, és jó kisebbségpolitikája. Azt is vállaljuk. Igen. Vissza akarunk etéren hozni ideákat modern formába a magyar közvéleménybe, amit annak idején, a 80-as évek végén, 90-es évek elején a liberális pártok képviseltek. És végül azért vagyunk itt, mert kell kormányváltás. Mert 2014-ben kormányváltásra van szükség ennek az országnak, és mi ezt akarjuk szolgálni. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy valóban elinduljon egy fordulat, egy változás Magyarországon. Ahhoz kell kormányváltás. Kell azért kormányváltás, megjegyzem, mert egyszerűen ez a mostani kormány képtelen volt megoldani az ország problémáit. Látjuk a stagnáló gazdaságban, látjuk a rossz gazdasági mutatókban. És kell azért kormányváltás, mert világossá kell tenni, hogy ebben az országban ma olyan hangulatot teremtett az ország, amelyben mi rosszul érezzük magunkat, és ezért kormányváltást akarunk. Ha netán valakinek ezek a szavak ismerősek voltak, hogy miért akarunk kormányváltást, akkor javaslom, hogy üssék fel Orbán Viktor 1992-es pécsi kongresszuson elmondott liberális beszédét, ugyanis ő pontosan ezekkel a szavakkal, amelyeket előbb elmondtam, indokolta azt, hogy miért van szükség kormányváltásra Magyarországon. Nos, a helyzet ugyanaz. Ezért kell kormányváltás. Mi pedig ezért vagyunk itt, mert hazafiak vagyunk, liberálisak vagyunk, hiszünk az emberben, és nem az államban. Köszönöm a figyelmüket, és várjuk a kérdéseiket. A kérdés, tehát milyen anyagi háttérrel indulunk neki a kampánynak. Azt kell, hogy mondjam, hogy anyagi hátterünk rendkívül szerény, amit itt látnak, és amire nagyon büszkék vagyunk, és bevallom, nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon jól néz ki, amit itt látunk. Szóval ezt lényegében önkéntes munkából és felajánlásokból sikerült összehoznunk. Nagyon sok emberek, többen itt is vannak a teremben közülük, és ezúton is köszönöm azt a heroikus munkát, amit folytattak, hogy itt lehessünk, és egyáltalán így nézhessünk ki. Tehát ezeket döntően önkéntes felajánlásokból tettük. Természetesen erre építeni tartósan nem lehet. Tehát mi szeretnénk más támogatókat is, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a MOL és az OTP nem szerepel a támogatóinknak a listáján. Szóval várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretne egy liberális pártot támogatni, a Szabadságért Alapítványt is lehet támogatni, és minket is, és azt gondolom, hogy össze fogjuk tudni szedni azt a szerény költséget, ami kell egy párt működtetéséhez. Én csak röviden annyit az együttműködésről, hogy készek vagyunk együttműködésre. Tehát, hogy mondjam, rövid távú stratégiai cél, amit mondtam, kormányváltás Magyarországon. Kormányváltás úgy lehet, és úgy lehet sikeres, ha az ellenzék képes együttműködni. Szerintem erre szükség van. Ma még ez távolinak tűnik. Láthatóan kudarcba fulladt az Együtt 2014 azon törekvése, hogy így összefogja az ellenzéki erőket. Szerintem várni kell. Én azt gondolom, hogy őszre ez az ellenzéki együttműködés tető alá kerülhet, de ehhez még sok víznek kell lefolyni a Dunán. Mi erre készek vagyunk. Tehát mi teljesen nyitottak vagyunk, mi mindenkivel, természetesen ilyeneket, hogy Jobbik, akik antidemokratikus pártok, nem akarok ide sorolni, de mi lényegében minden ellenzéki erővel készek vagyunk az együttműködésre. Nos, az, hogy hosszú távon mi lesz, az megint egy külön kérdés. Azt is szeretném világossá tenni, hogy mi, liberálisok, pontosan azért, hogy hazánk előre tudjon jutni. Egy fontos stratégiai célnak tekintjük azt, ha már együttműködésről beszélünk, hosszú távon jobb oldal és bal oldal és liberálisok között legyen együttműködés ebben az országban, mert amíg azt gondoljuk a másik félről, hogy utolsó gazember és lényegében a börtönben lenne a helye a politikai ellenfeleinkről, addig ez az ország nem tud élni a lehetőségeivel. Tehát mi bizony törekedni fogunk rá, nekünk ez egy stratégiai cél, hogy igen, segítsük elő a jobb oldal, a bal oldal és a liberálisok együttműködését. Az, hogy én mennyire vagyok alkalmas, azt nyilván a választók fogják eldönteni, de azért erre annyit hadd mondjak, hogy mint az elején is utaltam rá, és ön is utalt rá, én valóban kétszer lemondtam a mandátumomról azért, mert úgy ítéltem meg, hogy
mindkét esetben az a politika vállalhatatlan volt, és ebben valóban nincs más a magyar közéletben, aki így cselekedett volna. Én erre büszke vagyok, de ez egy mellékes kérdés most, mert ez még nem alapozza meg azt, hogy én ahogy mondjam, a folytathatóság kategóriájába tartozzak az ön által megfogalmazott kérdésben is. Tehát mondom, ezt a választók fogják eldönteni. Egy biztos, hogy én vártam, ahogy az elején is mondtam, 3 évig, hát ha majd megcsinálja valaki, hát ha jön valaki, aki jobban tudja csinálni. Jött valaki? Senki se. Valakinek pedig meg kell csinálni. Én pedig azt gondolom, hogy ezt döntően egy új generációval, egy új korosztállyal kell megtenni. Azért, mert szükség van a politikában is változásra. Szükség van a politikában is arra, hogy jöjjenek be új eszmék, új emberek, főleg egy olyan generáció részéről, amely lényegében teljesen passzív politikailag és a közéleti szerepvállalásában. Tehát ezért én örülök, hogy ebben részt vehetek. Nyilván mi most elindítjuk ezt a pártot egyfajta alapítóként, és aztán a pártnak lesz önálló élete, mert majd eljön egy idő, amikor majd választ vezetőséget, majd választ különböző funkciókat, és akkor ki fog derülni, hogy rólam, másokról mit fognak gondolni az ottani emberek. Nekünk a dolgunk az volt, hogy ezt a kezdőlökést megadjuk. És én azt gondolom, hogy ezt itt bátran a körülöttem lévők vállalták, megtették, és ezért minden dicséretet megérdemelnek. Tehát szerintem azt, hogy a liberális párt egy olyan párt legyen a közeljövőben is, amelyben tapasztalat és újdonság egyesül, az szerintem egy elvárható követelmény, és én örülök annak, hogy egyelőre az indulásnál ezt tudjuk mutatni. Nagyon reméljük, hogy sikeres lesz ez a vállalkozás, és nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és számítunk a segítségükre, a sajtónak a híradására, a jelenlévőknek a segítségére. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak ezen a ilyen fontos aktuson, ahol elindítjuk tényleg ezt a törekvést, és akkor egészségünkre.